Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Matha Tabányán. Örülök, hogy ennyien összegyűltünk. És hogy szoktuk, mondjuk el a tiszta univerzum mantráját Óm Nám közösen hétszer. Om, Köszönöm szépen! Ezen a ponton nincs név vagy forma. Nincs különbség az illúzió és a valóság között. Nem jelennek meg jelenségek, és nem is tűnnek el jelenségek. Ez az a minőség, amely tiszta, mint a tér és tiszta, mint a tükör. Ebben láthatjuk az igazságot. Ha ez a minőség tiszta, akkor tényleg az igazságot látjuk. Viszont, hogyha az elménk elkezd hullámzani, akkor ez a tükör nem tiszta, és így nem a valóságot látjuk, hanem az illúziót, amit mi rávetítünk. Nagyjából minden szenvedésünk ebből fakad. Ez a tükör nem csak hullámzani tud. Ez a tükör lehet törött, lehet pecsétes, lehet széttagolt, lehet belőle több. A tudatunk nagyon sokféleképpen tud működni. Mi a különbség tehát az illúzió és a valóság között ez szerintem mostanában nagyon-nagyon fogas kérdés? Mindig is az volt, de ebben a virtuális világban, vagy majdnem virtualizált világban az ember lelki egészsége közvetlenül függ attól, hogy meg tudja-e különböztetni az illúziót a valóságtól. Ugyanis az illúzió, hölgyeim és uraim, kulcs pillanatban eltűnik. Amikor támaszkodni akarnék valamire, vagy valakire, nincs ott. Akkor az illuzórikus. Úgy tűnt, hogy ott van, de mégsem. Úgy tűnt, hogy a termék használható, de mégsem. Úgy tűnt, hogy a barátom az illető, de mégsem. Ilyen szinten nagyon egyszerű különbséget tenni az igaz és a hamis, az illuzórikus és a valódi között. De ahhoz, hogy átlássuk, hogyan lesz a valóságból illúzió, és az illúziótól való megszabadulás után, hogy lehet a valóság ismét a miénk, itt már mélyebbre kell lásnunk. Menjünk egy picit vissza keletre, ahol semmi más nem volt valódi, mint az önvaló tapasztalata. Legyen az India, Kína, Korea, Japán, Védánta, buddhizmus, joga, zen, tehát az, amit láttunk és hallottunk az elején, az a gondolkodás előtti pillanat, amikor az énség nem jelenik meg, az az egyetlen, ami valódi. És én is ilyenkor felvonom a szemöldökömet, hogy hát ez hogy lehet? Hogy lehet az, hogy ami nem jelenség, amit nem látok, mert nem láthatok, nem hallok, mert nem hallhatok aminek nincs érzékszervi tartalma, nincs élete és halála, az a valóság. Ez az, ami a hétköznapi ember fejében nagyon nehezen megy bele, okkal, hiszen ez nem elgondolható. Ez nem tudható, hanem csak tapasztalható. És ekkor ezt a paradoxont elkezdjük egy kicsikét hízlelgetni, hogy ami az önvaló, az nem tapasztalható, ami tapasztalható tehát, az mind illúzió. Illúzió, de mennyire? És itt egy kicsikét lépjünk ki a keleti kontextusból, és nézzük meg, hogy mi az, amit mi állandónak látunk, és mi az, amit mi múlandónak látunk. Tehát keleten minden, ami jelenség, ami jön, picit marad, vagy sokáig marad, és megy, az mind illúzió. Mert nem egyenlő az önvalóval, amely ugye a forrása és az enyészete mindennek. A látója és a teremtője mindennek. Tehát mi ezen a földön egy hegység szempontjából ilyen kis homokszemek vagyunk a szélben. Tehát itt fújkál minket az élet sodra, 70-80-90 évig, néha rövidebb, néha picit hosszabb, és hú, így vége. Tehát az összes tanúhegy itt a Balaton fölött, az kacag rajtunk, hogy ti mit akartok? Mi pár száz millió évet mi kibírtunk, és ki is fogunk. Tehát ti hozzánk képest, mondjátok a hegyek, ilyen kis illuzórikus tünemények vagytok, emberek, és annyira fontosnak gondoljátok magatokat. Miért? Mert ki tudtátok mondani azt, hogy én? Csak ezért? Olyanok vagyunk, mint ez a kis molylepke, amelyik megpillantja a gyertyalángot, szerelmes lesz bele, belerepül és ellobban. Ennyi egy élet. És az illúzióval nem tudunk mit kezdeni. Tehát aki az életét illuzórikusnak látja, az nem éli. A valóság tükrében elképesztően mullandóak vagyunk, és a mullandósággal pedig nem tudunk békét kötni. Miért? Mert van bennünk valami, ami erre az életre rákérdez, hogy mi ez. Rákérdez a halára, hogy miért kell meghalnunk. Rákérdez a születés, hogy miért így születünk, miért a szüleinkhez születünk, miért a társadalmunkba születünk. Ez a tudat, ez meg akarja haladni ezt a mulandóságot, meg akarja haladni ezt az illuzórikus létet, és addig nem nyugszik, amíg a valóságig el nem ér. Viszont ahhoz mindent fel kell adnia. Fel kell adnia az összes ragaszkodását, az összes hamis önképét, tehát az összes illúzióját, hogy ide, ebbe a pontba elérjen. Mi történik akkor, amikor ez nagy nehezen megvalósul? Rájövünk, hogy a valóság tudatában most már építkeznünk kell, és nem légvárakat, hanem rendes házat. Mitől lesz egy karma tartós? Attól lesz egy karma tartós, mondjuk egy kapcsolati karma, hogy te energiát teszel bele. És nem csak energiát, hanem információt is. Tehát egy illúzió addig áll fönt, amíg megfelelő mennyiségű és minőségű energiát és információt kap. Ez a termodinamikától kezdve a pszichológiáig mind így van. Ha te nem táplálsz egy kapcsolatot egy másik emberrel, megfelelő mennyiségű információ, beszéd, vagy energiával, különböző méretű vacsorák, ebédek, hajóutak, stb. Ez energia. De ez a kapcsolat kihuny, eltűnik. A mulandóság az az entrópia, ami ellen nem tudsz küzdeni sokáig. Kiválaszthatod, hogy mely jelenségekbe teszel több energiát, és mely kapcsolataidban hiszel jobban. De egyenértékű kapcsolat 8 milliárd emberhez nem fog fűzni. Milyen érdekes, hogy tudjuk, hogy közel 8 milliárdan vagyunk a planétán, és még 8 milliót se fogsz látni belőle, még a repülőről sem. Nem fogsz még 800 ezer arcot sem látni. Nem fogsz még talán 80 ezer emberrel sem beszélni. Pár ezerrel talán. Tehát a jelenségek világában az az illuzórikusabb, amelybe kevesebb energiát és kevesebb információt teszel. Azt a jelenséget tudod jobban tartósítani, tehát amelybe több energiát és információt teszel. És mihelyt ez a folyamat megszűnik, a folyamatos adása ennek a két minőségnek, azon nyomban elkezd intenzíven múlni az a jelenség, amelyet te mégis meg, meg szeretnél örökíteni. Melyik az egyik legnyilvánvalóbb ezek közül? A saját testünk. Tehát belszületünk ebbe, így, így növögetünk, felnövünk, tesszük a dolgunkat, és egyszer csak rájövünk, hogy bizony ez meg fog halni, ez a test. Akármit csinálsz. Tehát ez a test az egyik legnagyobb tanítónk arról, hogy mi a mulandó, tökéletlen és feltételhez kötött élet. Tehát az illúzió természete, hogy mulandó, bizonyos feltételek között marad csak fönt. Nézd meg a saját paprikás rumplidat, hogy mennyi tudás és feltétel kellett az, hogy megfőzzed. És utána, mivel tökéletlen, nem lesz olyan, mint szeretnéd. Lehetne mindig jobb is, vagy tartósabb, vagy szebb. Akkor, hogyha eléred a nem kettősség nézőpontját, egy picit is tapasztaltad az önvalót, abban a pillanatban az illúziók természete megváltozik. Már nem akarod, hogy örökké élj. Már nem akarod, hogy a jó dolgok örökké tartsanak. Ha nem gondolod azt, hogy a világ rossz, amiért a jelenségek mullandóak, hanem meglátod azt, hogy mi az, amit teremthető, mi az, ami teremtendő, és mi az, amit nem kéne teremteni, de mégis megtesszük. Az egymásra vetített illúziók a legragacsosabbak és a legkártékonyabbak. Ezt hívják projekciónak a pszichológus kollégák. Amikor illúziót vetítünk a másikra, az egy olyan tulajdonság, hogy neked olyannak kell lenni, amilyennek én téged gondollak, amilyennek elvárlak. És egy ideig ebben teremtés is van. Nézd meg a gyereket. Hogyha a szülők nem vetítenék a gyerekre azt, hogy kisfiam, kislányom, ezt így kell csinálni, mert ez így jó, és ezt így nem szabad csinálni, mert ez így rossz, ezek rávetítések elvárások. És ezek nélkül nem lehetne rendesen fölnevelni. Mi az, ami megkülönbözteti a helyes elvárást a helytelentől? És itt jön be, kérem, a világ működésének a törvénye, amely az illúziókat is kormányozza. Ezt hívják úgy, hogy darma. Ami jelenség, az karma. Ami látható, hallható, szagolható, tapintható, ízlelhető, elgondolható, érezhető, kimondható és tehető, az mind karma. Ezeknek a felhalmozódása is karma, szokássá sűrűsödése karma, személyiséggé való összeállása szintén karma, a személyiségek párkapcsolattá, családdá és társadalommá való összeállása szintén karma. Az átlátatlan karma a sors, az átlátott karma az út a sorsnál nincs választásod, mert nem látsz, és eldobtad ezt a lehetőséget. Az útnál van választási lehetőséged, mert kinyitod a szemedet, és eldöntöd, hogy merre menj. Ennek az önuralomnak és az élet kormányzásának a törvénye az, hogy a darmát, a jelenségek működését ismerni kell. És így az illúziók, akármennyire is mulandóak, helyesen teremthetők. Tehát egy ház az mulandó. Lehet, hogy 200 év múlva nem lesz ott, bár én láttam 3-400 éves parasztházakat Európában, amelyeket mondjuk megkímélt a háború. Amelyeket nem kímélte meg, azok elpusztultak. Tehát a teremtés törvénye az megmutatja, hogy hogy kell egy jó házat építeni. Ennek megvan a tudománya. És hogyha ezt a darmát, a házépítés tatváját, mienségét jól tudjuk, akkor az illúzió tovább tart. Nem fog tíz év múlva összeomlani. Vagy nem fog egy kicsi földrengésre az egész összedőlni. Tehát a jelenségek működésének a törvénye a darma. Az okozatiság felfedése belül és kívül a darma. És mi a legfontosabb ilyenkor, a lélek. Az előbb a test illuzórikus természetéről is beszéltem, de amikor tartósságról, egészségről, integritásról beszélünk, itt az ember lelke, rosszóval önmagad, ez a legfontosabb. Ha benned nincs rend, mert nem ismered a jelenségeid működésének a törvényét, szétesel. Vagy másokat robbantasz szét. Másokra vetítesz álmokat. Mások lesznek a te viselkedésed következményei. Mert nem ismered azt, hogy a lélek hogy működik. A saját szuadarmádat, vagy benned működő darmát nem ismered. És ekkor a mulandóság, a feltételhez kötöttség és a tökéletlenség törvényei ellened dolgoznak. Ekkor vagyunk perben és haragban a világgal. Ekkor veszítjük el értékes kapcsolatainkat. Nem tudjuk, mi kell ahhoz, hogy tartósan, harmóniában, szeretetben éljünk. Miért? Mert nem vagyunk hajlandók látni. Ez a látás hiány, ez az avítja és ez a nem látás a szenvedés forrása, mert hogyha nem látjuk át a világ jelenségeinek a működését, akkor ki vagyunk téve a kényszerű múlandóságnak, a kínos feltételhez kötöttségnek és a zavarba ejtő tökéletlenségnek. Ha pedig felismerjük ennek a működését, ennek az egész jelenség jelenségvilágnak, szanszkitul darmadátú a működését, akkor úgy tudunk teremteni, hogy az addig tart, ameddig kell. És akkor lebomlik, vagy letisztul, amikor már nem kell. És ez az energia, ami a lebomlásból, a letisztulásból származik, az egy újabb teremtés energiájává és információjává válik. Ezt hívják ciklikus létezésnek. Akik esetleg indiai filozófiával, jogával, védántával foglalkoznak, tudják, hogy a brahmá aspektus a teremtés, a Vishnu aspektus a megtartás, és a Shiva aspektus pedig a tisztítás vagy pusztulás. Ebből viszont a lényeg tapasztalata útján, ez a Shiva Shakti újabb teremtés következik be, és ez szépen forog tovább. Hogy tudjuk ezt a legjobban meglátni? a konyha és a kiskert közötti kölcsönhatás szemügyrevételével. Beérkezik a zöldség a konyhába. Megteremtjük belőle a zöldséglevest, megesszük. Egyrészt energiává válik bennünk, meg finom kis információvá, a másik pedig irány a komposztdomb. És a komposztból nagyon jó termőtalaj lesz. Az bemegy az zöldséges kertbe, onnan megint kinő a zöldség, az megint bejön a konyhába, és így tovább. Szépen forog körbe, körbe. Minden jelenségnek, hölgyeim és uraim, ezen a földön ciklikus létezése van. Ha felismerjük, ha nem. És mivel ezt nem ismerjük föl tömegesen, ezért vannak szeméttelepeink. Ha felismernénk ezt, kezdjük, ugye, akkor mindent oda tennénk vissza a pusztulásban, ahonnan egy újabb teremtés részese lehet, és nem egymillió évig ül a műanyag, ugye a tengerfenekén. Tehát alapvetően a darmának, a működésnek a nem tudása az, amelytől az illúziók kártékonyak lesznek, vagy nagyon gyorsan avulnak, mert például betervezik az avulást. Ezt hívják tervezett avultatásnak. Azért, hogy te újabb pénzt fizes azért, hogy egy illúziót végy, amiről elhiszed, hogy egy hónap, egy év, két év után lecserélendő. Milyen az a társadalom, amelyik illúziókra épít? Marketingtől kezdve a fogyasztói társadalom legmélyéig, ugye, a pénz. Mitől lesz valami hihető? Mitől lesz valami stabil? Tehát egy olyan társadalom, amely illúzióra épít, az nagyon rövid életű. Fordítva, ha egy társadalom rövid életűnek látja magát, és folyamatos konfliktusok és problémák között él, ott valószínűleg illúziókra építünk. Mi lenne, ha valóságra építenénk? Hölgyeim és Uraim, ezt a valóságot belül kéne megtalálni elsősorban. Magunkban kéne rendet tenni és letisztítani a tudatunkat elsősorban, hogy hihessünk a szemünknek, hogy az eget tényleg felhőtlen állapotában kéknek lássuk, és tisztán halljunk, tisztán érezzünk, tisztán viszonyuljunk. És akkor nem gond az, hogy a személyiség egysége az az integritás, ahol az érzelmeink, a gondolataink, a szavaink és a tetteink egy irányba mennek. Ez az alapintegritás, amitől egészséges vagy. Milyen az a társadalom, ahol úgy kell élned, hogy folyamatosan mást kell mondanod, mint amit gondolsz? Hogy olyan illúziókat kell teremtened a megélhetésed érdekében, ami a szíved legmélyén undorral tölt el. Hogy mosolyognod kell arra, amire haragszol. Nézzük meg ezeket az ellentmondó illúziókat, miért. Ezek be vannak építve a működésünkbe. ha nem is veszük észre őket. Honnan tudod, hogy ez mégis ott van? Honnan, hogy fáradsz, gyengülsz. Az ellentmondó információk, ami az illúziók ellentéte, energiát visznek el. A diszharmónia kerül a legtöbbe. Az ellenségesség a legterméketlenebb. Tehát harmóniára akkor van lehetőség, ha belátjuk egymás működését a sajátunkon keresztül. Tartóságra akkor van lehetőség, hogyha a jelenségek természetét beláttuk, hiszen minden, ami jelenség, az illuzórikus abból a szempontból, hogy mulandó, hogy feltételhez kötött, és hogy eredetileg tulajdonság nélküli. Mi adjuk meg a tulajdonságait. Nézzük meg a karmának a négy osztályát, hogy itt mi valójában mit csinálunk. Az első az egyén. Mi csinálsz te magaddal? Felismered-e a saját működésedet? Tudod-e, hogy tényleg mi jó neked? Mitől leszel egészséges? Mit kell ahhoz gondolnod, érezned, mondanod és tenned? Mit kell ahhoz ízlelned, látnod, hallanod, szagolnod, hogy egészséges légy? Milyen az az immunrendszer, amelyik a hazugságot kintartja, és az igazságot pedig megtartja? Mi kell ehhez? Második. Milyen az a párkapcsolat, amely tényleg a magad és a másik fejlődését szolgálja? Érdekviszony. Hát van olyan, csak hát ezért élünk együtt, mert az érdekeink ezt diktálják. Hát a középkorban ilyen érdekházasságoknak mondták, hát lett is következménye. Hol nem válsz a másik azaz a párod következményévé, de mégis tanulsz tőle, meg ő is tőled. Hol lehet azt az elképesztő energiát, ami Ádám és Éva között fölhalmozódik, helyes teremtésre használni? Legyen az bármilyen alkotás, egy gyermek hozatalától kezdve fantasztikus művekig? Hogyan ismerjük fel a saját családunk működését? Ez a harmadik osztály. Illúziónak tartom azt, amit a gyerekem mond, csak azért meg két éves, vagy három. Lehet, hogy jobbat mond, mint a szülei. Tehát, hogyha nincs meg valóság tapasztalattal teljesen az ember, akkor az illúziót elhiszi. Egy társadalomban és ez a negyedik osztály, ha mindenki sárga szemüveget visel, és mindenki azt mondja, hogy az ég sárga, akkor azt elhisszük. Az a furcsa, ha valaki leveszi a szemüveget, és azt mondja, hogy emberek, nem, nem. Az ég az kék, csak mindegyik őtök sárga szemüveget visel. Na ezt az embert szokták fekete báránynak, vagy lázadónak, vagy deviánstak mondani, és jó ki taszítják. Úgyhogy ahhoz, hogy az illúziókat megfelelően működtessük, szükség van a valóságra. Ahhoz, hogy a mozgásban lévőt megfelelően mozgassuk, szükség van a nem mozdulóra. Ahhoz, hogy a keletkezettet megfelelően működtessük, szükség van a nem keletkezőre. Ahhoz, hogy az érzékszervisíkon otthon legyünk és emberek lehessünk, szükség van az érzékszervisíkot meghaladóra. Ezért gyakorlunk, ha gyakorlunk. És ez az út mindig is egy kérdéssel kezdődik. Ki vagyok én? Folytatódik az, hogy ki vagy te? Látszólag betetőződik az, hogy kik vagyunk mi. De valójában mind a három kérdés egyetlen egy pontba megy vissza. Mi ez? Mi ez, ami hallotta most a bot ütését? Mi ez, ami az agyadat használva próbálja érteni a szavakat? de az összefüggéseket néha nem sikerül. És mi ez, ami látja az életet és a halált ebben a körforgásban, amit földi, ciklikus létnek nevezünk? Honnan tudod, hogy a darmát elsajátítottad kellő mértékben? És ez nem kell buddhistának lenni. Ezt csak figyelni kell, és felismerni a működést, belül is, kívül is. Honnan veszed észre, hogy nem félsz vagy sokkal kevésbé félsz, mint az embertársaid. A tudatlanság, a nemlátás akadály. Helytelen önképet szül, és a valóság helyett illúziókat rak be a tudatba. Ezekkel azonosulva a valóságtól eltávolodunk. A meghaladó bölcsesség birtokában előbb-utóbb tisztán látunk. Feloldódnak a csomók a palacsintatésztában feloldódik a hamis énség az önvaló tapasztalatában. És az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. Végezetül az ember egy kétségbe esetten megjósolható lény. Egységre vágyunk, boldogságra vágyunk, szeretetre vágyunk. És igyekszünk elkerülni a szenvedést, a nélkülözést, az éhénységet, a háborút, a járványokat. Nagyjából ezt minden ember elmondhatja magáról. Sőt, azt, hogy mi jók vagyunk. Mi mindannyian jók vagyunk, és jót akarunk. Akkor miért nézünk így ki? Miért néz ki így az ország, a világ, a föld környezete, a légkör, a fauna és a flóra? Hol a hiba? Hol a különbség az illúzió és a valóság közt? És a válasz az, hogy itt bent. Mindannyiunkban ott bent. Tehát ha tiszta a tudat, akkor tiszta a látás is. Ha nem tiszta a tudat, akkor tele vagyunk illúziókkal, projekciókkal, és ezek azok, amelyek a borzalmakat teremtik bennünk. Szungszán öt olyan mondatot mondott, amely az illúziót el lehet választani a valóságtól minden egyes pillanatban. Az első, hogy ha akarsz valamit, azt ne csak saját magad számára akart. Az az ember, aki csak ambícióból, önös érdekből akar valamit, az előbb-utóbb egy ilyen nagyon szűk csőlátással rendelkezik, és csak a saját érdekeit látja, másik emberét soha. A második mondat, hogy ne projektálj. Ne tégy rá réteget, véleményt, vonzást és taszítást a valóságra. Ezzel elfeded a valóság igazi arcát. A harmadik, hogy ne ellenőrizd, ne félj, ne féltékenykedj, ne bizonytalankodj, és ne kelts kétséget és félelmet a másik emberben. És hogyha valaki ezt tenné veled, akkor lásd úgy, mint illúzió. A negyedik, hogy ne veszel a múltban. A múlt árnya, hogyha rávetül a jelenre, megmérgezi a jövőt, és ellehetetleníti téged, mint utoljáró embert. Hát aki nem ismeri a múltat, az tudatlan. Aki elveszett a múltban, az reménytelen. És az ötödik, hogy ne azonosulj semmivel. Igen, légy hű, légy lojális, tarts ki. De a jelenségek egyikével se azonosulj, mert nem egyenlő az azzal a nem keletkezővel, ahonnan végül is vétetett, és ahová visszatér. Tehát a hamis azonosulásoktól mentsük meg magunkat, mert az illúzióból soha nem lesz valóság. És hogyha ezt az ötöt betartjuk, akkor úgy tűnik, hogy nem hazudunk se magunknak, se másnak. Akkor élünk egészségesen, tisztán és egyszerűen. És erre mindegyikünknek lehetősége van, mert mindegyikünk létezik, mint ember. Mindegyikünk megszületett, a lelke és a teste egybe van, tehát él. És mindegyikünknek van én tudata. Ez az énség, a reflexió képessége nagyon mélyen a megvilágosodás képessége is. Ezt a zen úgy hívja, hogy buddha természet, az a potenciál, hogy te fölébredj. Az illúzióktól megszabadulj, és a valóság birtokában légy. A jó hír az, hogy ennek eredetileg mindenki birtokában van ennek a képességnek. Rossz hír nincs, csak munka van, mivel nagyon vastag karma réteg borítja ezt a tiszta tükröt, és ezt le kell valahogy tisztítani. Ezt vagy úgy tisztítjuk le, hogy mentális realizációval, azzal a sebességgel, hogy belátjuk a különbséget az illúzió és a valóság közt, vagy pedig a sok hatásával, a szenvedés nyomásával, a kínlódással, a válságok kényszerével. Tehát vagy materiális érzékszervi nyomásra kapod az élet a pofon, bum, jobbra-balra. Vagy pedig belül előre dolgozol, felteszed a kérdést, mi ez? És akkor előbb-utóbb meglátod azt, hogy hogy működünk. Ez a kulcskérdés, hogy tudunk-e ilyet? A válasz az, hogy tudunk, de akarunk. Meg is tesszük. És itt a kérdés mellé, hogy mi ez, felsorakozik az a második minőség, hogy hit. Az ember soha nem kérjük azt, hogy te valamilyen dogmát, gondolatot önmagában, mint abszolút kielentést higgyel. Hát az ember higgyen a tapasztalatának. És ha ez a tapasztalat stabil és valóságos, arra lehet alapozni, ahogy ezt az elején elmondtam. Ehhez viszont mi kell, és ez a harmadik, nagyon fontos elem a zenben, bátorság. Nagy kérdés, nagy hit, nagy bátorság. Ez a bátorság visz keresztül a saját dzsungeleden, sivatagodon, mélységes óceánodon, és ebből a bátorságból lesz ez a félelemmentes, akadálymentes magatartás. Tehát ezt mind-mind élhetjük, tehetjük. A kérdés, hogy mennyire akarjuk ezt. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, akkor tiszteltel várom a kérdéseiteket. A virtuális világ térhódítását tapasztalom. Nem is annyira a saját korosztályomnál, hanem a fiatalabbaknál. Az, hogy ez jó vagy rossz, ez van. És akkor itt most bejön, mint számomra alig értelmezhető dolog, ez a mesterséges intelligencia. Odaig még nem menjünk. Maradjunk a Tininél, aki egész nap játszik. Jó. Jó? Utána jó. megyünk a mesterséges igen, igen. Tehát... Először a természetes intelligenciáról beszéljünk. <laughs> Uh, igazad van, most éljük ezt az alfa generációt, előtte volt az XYZ, most már nincs több ilyen latin betű, elmentünk a görökhöz, és a helyzet az, hogy fogalmunk sincs, mivel én is digitális bevándorló vagyok, és nem digitális benszülött, az én gyerekkoromban még ilyenek nem voltak. Én még emlékszem, amikor a tévét behozták anyámék a nappaliba. Kicsi voltam, de emlékszem. Becsavartuk a Victoria Supernek a négy lábát, volt kettő darab csatorna, és hétfőn adásszünet. Emlékszünk rá? Istenem, milyen világ volt te. Mennyibe került egy lángos, emlékszel? Volt 50 filéres fagyi. Ugye? Most 500 alatt nincs semmi. Szóval, ez, ami most van a gyerekekben, az elképesztő káosz, ez csak akkor mérsékelhető, hogyha ők a való világot, a tényleges természeti valóságos világot, érdekesebbnek látják, mint azt a virtualitást, ami szétszedi az agyvelejüket. Itt a szülő a kulcs, és a társaság a kulcs. Tehát én nekem, mint szülőnek, és hidd el, én is már készülök erre a megmérettetésre, érdekesebbnek, fontosabbnak, szeretettelibbnek kell lennem, mint az a virtuális környezet, ahol a gyerek jól érzi magát, de valójában csak audiovizuális szénhidrátot kap. És annyit kell tudni, hogy ezt nem lehet teljességgel mellőzni. Nem lehet. Nem lehet, mert akkor a gyerek, mint hogy egy idegen bolygón élne, az lenne a tapasztalata, és a szülő ellen fordul. De szabályozni lehet és kell. Naponta ennyi óra, ilyen tartalom, több óra, meg más tartalom nem. Ez itt áll meg. És akkor, hiszen nagyon kíváncsiak, a figyelem, az megfelelő helyre megy. Nemrég egy nagyon népszerű videó oldal 17 másodpercről 8 másodpercre vitte le a videók hosszát, mert rájöttek, hogy túl hosszú a 17, nem tudnak eleget figyelni a főleg tinédzserek. Tehát ott tartunk, hogy a figyelem hányados az ilyen borzalmasan rövid lett. Na most képzeljük el azt, hogy mondjuk kitartóan kéne dolgozni, sportolni, teljesíteni. Tehát vissza kell térni egyrészt valahol a természethez, és a csoportkarmában be kell látni azt, hogy aki tovább tud figyelni, jobban tud figyelni, mélyebben tud figyelni, több műveletet tud elvégezni, az nyer. Tehát vagy digitális junky lesz a kölyök, vagy elkezd versenyezni és meg kell ismerni ennek is a működését, mi az, ami a figyelmet szórja, mi az, ami addiktív ebben, és megtanítani a gyereknek, hogy mi az a figyelem, mi az értéke, hogy kell használni, mi van, ha nincs, mi van akkor, hogyha nagyon minőségi módon tudsz figyelni. Ezekbe bele kell menni, és nem csak azt, hogy nem, meg rossz. Ezt nem lehet. Úgy, menjünk tovább a sokkal könnyebb kérdésre, ami a mesterséges intelligencia. A természetes a legnehezebb. És végszóként erre a kérdésre, ha nem tudunk visszatérni a természethez, amíg van, mert eléggé pusztul, mert pusztítja az ember, addig nem tudunk igazán önmagunk lenni. Tehát tessék a természetbe újra kimenni. Lehetőleg nem csak sétálni, hanem mondjuk megtapasztalni, milyen az, amikor Ledugsz valamit, azt kinő. Mi a templomban nem azért termelünk zöldséget, hogy önellátók legyünk. Nem tudunk önellátók lenni, nem is cél. De a természettel az a helyes kapcsolat, hogy amit lehet, megtermelünk. Nem tudjuk megtermelni a napfényt. Nem tudjuk megtermelni a vizet. A talajt még csak-csak. Az is elég sok tudomány. De olyan mértékben ki vagyunk szolgáltatva a természetnek, hogy ha ezt nem ismerjük föl, akkor teljesen virtuális, illuzórikus függéseket alakítunk ki, mert nem látjuk, hogy valójában miben élünk. Nem látjuk a tényleges helyzetünket a Földön. És ezért nem is fogunk megfelelően viszonyulni. Tehát nem is működünk helyesen. Helyzet, kapcsolat, működés. És a vége mindig az, hogyha nem engedelmeskedik, kis megszakító le. Az egész villany elmegy. Nem csak az ő az egész házban. Kész. Tehát ezt valahol meg kell tudni állítani. A másik, mit szeretnék kérdezni a mesterségesek kapcsolatban? Bennem van egy félelemmel vegyes bizonytalanság ezzel kapcsolatban. Lehet olyanokat hallani, hogy, hogy veszélyes az emberiségre nézve, mert gyorsabb, nincsenek életciklusai, nincsenek érzelmei egyelőre. De lebegtetik, hogy a mesterséges intelligencia ezzel a fejlődési ütemmel egyszer majd belátható időn belül öntudatra ébred, és kvázi egy új faj lesz belőle amelyik ö, ledominálja az emberiséget. Akkor én itt egy pontot fognék meg a kérdésben, ez az öntudatra ébred. Tehát ez nem fog bekövetkezni. Biztos lesz benne. Más dolgok, amik miatt aggódsz, lehet. Az öntudatra ébredéshez valami nagyon más kell, mint a nullák és egyek egysége. Az a fajta egység, amivel össze van dolgozva sok-sok digitális paraméter. Tehát nem lesz az, hogy egyszer csak független lesz az energiaellátásától és a korábbi információ forrásától. Tehát a mesterséges intelligenciára igaz leginkább, nagyon plastikusan, hogy információ kell hozzá, rengeteg bit, nullák és egyek, és rengeteg energia, elektronyasság. Tehát ha energetikailag is független lesz, akkor lesz baj. Egyelőre csak informatikailag független, de egy zárt rendszeren belül, hiszen vannak olyan tanuló algoritmusok, amelyek teljesen új grafikus, szövegszerű, video és egyéb megoldásokat hoznak, amelyek kreatívnak tüntethetik fel az egész entitást. Ez az entitás önmagában nem létezik. Ez az entitás algoritmusok, rutinok, hardware és szoftver gyűjteménye. Jelenleg ott tartunk, hogyha az energiaellátás megszűnik, akkor az egész leáll. Az ember elképesztően nagyot téved akkor, amikor Istent játszik. És azt gondolja, hogy az általa teremtett entitás öntudatra fog ébredni. Nem fog, akármilyen ügyesen programozzák. Ez egy programozott entitás. Programozott önkép, ami változtatható. Tehát nem a mesterséges intelligenciától kell félni, hanem azoktól, akik teremtik. Azok pedig emberek. És ezt az emberi réteget, akiknek elképesztő érdekviszonyaik vannak ahhoz, hogy gépek dolgozzanak emberek helyett, ezt kéne egy kicsikét elővenni, hogy na barátom, te most mit teremtesz? Mert én meg szeretném tartani a munkahelyemet. Szeretném, hogyha a gyerekem ténylegesen megírná a dolgozatot, és nem pedig egy algoritmus írná meg neki. Jelenleg az USA-ban több államban megtiltották a mesterséges intelligencia szövegszerű alkalmazását. Szándékosan nem mondok már a neveket, meg cégeket. Ugyanis hiteles orvosi felvételiket írt meg. De hol van mögötte az ember? Az nem tanulta ki, az algoritmus segítségét kérte. Értjük? Tehát itt megint az lesz, hogy mennyire vagyunk hajlandóak buta robotokká válni. Ahelyett, hogy kreatív emberek maradnánk. És lesz olyan rész, amit nagyon jó, hogyha átvesz mesterséges intelligencia. Én például nagyon sajnálom a metró sofőröket. Egész nap lent a sötétben, megállóról megállóra nyomják. Vannak már olyan metrókocsik, ahol ez nincs. Én szeretném, hogyha egyetlen egy embernek se kellene ezt csinálni. És van egy csomó olyan gyár, ahova egyikünk sem menne el dolgozni, mégis milliók dolgoznak ott, mert ö, nincs más megélhetési forrásuk. Ha ezt tényleg humánosan akarnák megoldani, akkor minden ember kapna vagy bérelhetne egy robotot. Az hozzá tartozik, neki dolgozik. Egy függő viszony állna fönt, de az ember az ember lenne, a robot pedig a robot, és nem lehetne felcserélni őket. Úgyhogy jelenleg ott tartunk, hogy az a szingularitás, az a fajta embert meghaladó szuperintelligencia, amitől félünk, az nagyon messze van. Ha pedig virtuális környezetben, szervereken ezt mégis megcsinálnák, akkor ugyanaz az egyenlet lépne életbe, amit az előbb mondtam, informatikailag önálló, energetikailag függő. És miért kiúszod a konnektorból, vége van? Leegyszerűsítem, mert erről egész este nem beszélhetünk, de nem a mesterségestől kell félni. Azokat kell elővenni, akik a mesterségest teremtik és használják. Írják le, legyen egy alkotmány, egy szerződés, egy olyan társadalmi szerződés, amelyben elmondják, hogy ezt amit teremtenek, erre és erre használják, és erre mi azt mondjuk, hogy egyetértünk. Amivel meg nem értünk egyet, arra meg nem lehetne használni. Ez lenne az az etika, amely jelenleg ebből az érdekvezérelt világból hiányzik, mert olyan pénz és hatalom van mögötte, hogy nemhogy nem kérdeznek meg, nem akarják, hogy tudjuk, hogy pontosan hogy működik, és mire képes. És ezáltal kiszolgáltatottak válunk Úgyhogy ö, több rendbeli változás szükséges ahhoz, hogy ez rendben legyen, de elsősorban a saját természetes intelligenciánkat kell rendbe tenni. Következő kérdés? Tanácsot. tőled szeretnék hallani, amivel te a tájban élő embert valahol vissza tudod rakni. Mi a kérdés? Hát az, hogy neked a gyakorlati út, hogy az a kétféle szürke állomány. nekem egyféle van az is sok. <gül> hogy? <gül> Lehetséges, Nincs mert... kétféle szürke állomány. Ezt, ezt fogjuk... Jó, oszolni. a Föld, ami járunk, meg a fejünkbe, ami van... De a Föld, ő... bocsánat, az minden csak nem szürke. Jó, de tehát... ezt így értette, mint élőlény, tehát a bolygó, mint élőlény, Föld, mint összetett... Jó, tehát organizz... van a természet intelligenciája, inkább ezt így mondanánk, a másik pedig az ember intelligenciája, és minél inkább úgy működünk, mint a természet, nem mint a majmok hanem mint az ember, aki öntermészetét megtalálta, és ezáltal a természethez visszatalált, annál harmonikusabban tudunk működni. Fordítva, aki visszatalál a természethez, az előbb-utóbb önmagát is megtalálja. Az EN templomok egészen a modern időkig csak hegyen voltak. Ez azért volt, mert a természet energiája nélkül nem lehet a felébredést elérni. Egy helynek, hogyha megnézed, háromféle karmája van. Az első a természeti karma. Ez az, ahogy a hegyek, a folyó, a szél, a fény, a növényzet, a víz, ezek alkotják a tájat. A második az a materiális karma. Mindaz az infrastruktúra, ház, vasútvonal, utak, Villany, amit mi odaépítettünk. A harmadik a mentális karma, amit az emberek, az állatok, az élőlények ott mentálisan fölhalmoztak. Ez a három alkotja a hely törvényét. Hogy ez a hely hogyan működik. Na most az emberiség annyira buta, hogy lerombolja a természetet, holott alkalmazkodni kéne hozzá. A természettel diszharmonikus, materiális környezetet épít, tehát nagyon rossz helyen vannak a házaink, a templomaink, a vasútvonalaink, az útjaink, mintha nem vennénk észre, hogy hova kéne őket építeni, és nem is vesszük. Ennek a legsúlyosabb nyoma az úgynevezett épített környezet torzulása. A 20. század ilyen lakógépeket hozott, nálunk csak ilyen 9-10 emeleteseket, de Koreában, Kínában, Japánban, Amerikában vannak ezek az 50-60-80 emeletes, néha még magasabb házak amely nem pusztán iroda, hanem ott élnek emberek, jól összenyomva. Úgyhogy, ha nem találunk vissza a természetes életmódhoz, akkor öntermészetünket sem fogjuk megtalálni, mert állandó leválasztottságban és széttagoltságban élünk. Ha pedig visszatalálunk önmagunkhoz, akkor a természettel való helyes viszony is újra megteremtődik. Ez az újra, ez nagyon hangsúlyos nézzük meg, hogy ezt az ipari civilizációt, amely kb. 150 éve indult el úgy komolyabban, és a második világháború után kapcsolt ötösbe, hatosba, hetesbe, és nem lehet leállítani, ezt nem természeti népek csinálták. Ezt az a népcsoport, az a fajta életmód csinálta, amely főleg városi, sőt csak városban, csak mesterséges környezetben képzelte el az életét. Ez azért súlyos, mert hogyha ez nem így lenne, akkor nem rombolná le ez a gondolkodásmód a természetet. Pedig ez történik most jelenleg, ahogy beszélünk. A tíz legfontosabb ökoszisztéma közül, amely az életünket jelenti, a víz, a levegő, a növényzet, az állatok, egyebek, hat már sérült. Nem véglegesen, de súlyosan sérült. Ezért nézzünk így ki. Ezért kerül ennyibe az élelmiszer. Ezért van ilyen időjárás. És ez mind arra vezethető vissza, hogy milyen tudatminőséggel élünk mi itt a Földön, milyen módon látjuk a valóságot valóságnak, az illúziót pedig illúziónak. Ez itt a kérdés. Belül ezt el kell dönteni, hogy mit akarunk. Tessék itt. Ne, ne, ne ne. Öröklét. Tessék. Oda, amikor font. Köszönöm szépen. Én annyit szeretnék kérdezni, hogy mi az a gyakorlat, az a technika, ha megkérdezhetem, amivel egyre közelebb tudok kerülni az igazi önvalomhoz, aki nem, nem gondol se jóra, se rosszra. Valamit hallottál már. Igen, és, hogy aki, és ahhoz szeretnék igazándiból közelebb kerülni. Arra az önvalomra, hogy rá -e kérdezhetek erre a módszerre. Igen, a zen az egyik lehetséges útja ennek, és a meditáció pedig nem más, mint a hamis önkép alkotásának a felfüggesztése. És, és a nagy kérdés föltétele, hogy mi ez, az az egyik lehetséges módszer, van még a mantra hangoztatása, van még a térés, a hangfigyelése. És még van jó pár, amit hát nem most mondok el, mert nem meditációs műhelyen vagyunk, csak azt mondom, hogy megvan a módszer, ahol a cél és az eszköz nem különbözik. Ez nagyon fontos. Az a halálom, amikor valaki azt mondja, hogy mi a véleményem arról, hogy a cél szentesíti az eszközt? Nekem az a vélemény, hogy ebbe bele fogunk pusztulni. Az eszköz maga válik céllá, és a cél kijelöli az eszközt, ami által el lehet érni. Itt nincs szentesítés. Értjük? Tehát a meditációs technika az az illúzió teremtés, legfőképpen a hamis énség felfüggesztése. Vége. Szivárgás még van, a karma tehetetlensége még, még megy, de maga az, hogy te megszüntetted a duális gondolkodás táplálását, az már a legfontosabb művelet. Tehát nem hiszed el, és energiát sem adsz neki. Ezt meg lehet tanulni, lehet művelni, és ez a művelet, ez az otthoni, a kiscsoportos, és a templomi nagycsoportos gyakorlat együtt, ez a három kell hozzá. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Következő kérdés? Én az elengedésről szeretnék kérdezni. Ragaszkodástól való elengedést, vagy a félelemtől való elengedést, vagy az akarásomnak az elengedését, hogy ezt ez hogy tudnám elérni? Én gyakorlom a meditációt, de... Nem működik ö, új, olyan hatásosan, ahogy én szeretném. Tehát jó. még mindig ragaszkodom. Szok, szoktál főzni? Szerintem nagyon jól főzöl. Igen, a gyerekeim Egy, azt mondják. Látszik, hogy ízletes, finom. Akkor én ezt a főzőkanállal vagy a merőkanállal javasolnám. Nekem ilyen képességem nincs, nekem csak ilyen göcsöltös zembotom van, de megmutatom hogy neked mit kéne a főzőkanállal csinálni ahhoz, hogy az elengedést megfelelően gyakoroljuk. Figyeljünk jól, hogy és uraim. Az uraknál, ha nem főzőkanál, akkor kapanyél, szerszámnyél, kormánykerék, sluszkulcs, stb. Jó. Szükségem van a botra, mert meg szeretném ütni a padlót. Tehát megfogom. Ez nem ragaszkodás, ez eszközhasználat. Tehát meg kell kavarni az zöldséglevest, megfogod a kanalat, és megkavarod. Nincs szükségem a botra, elengedtem, és bot nélkül boldogan létezem. Kifőtt a leves, már csak fedő alatt hogy szépen rityi te a leveszem és hűl. Nincs szükségem a kanára. Ezt kézzel nagyon jól meg tudom tenni, hiszen a kéz és a tárgy közötti viszony nagyon világos. Ahol nem világos, ott leszünk ollókezű edvárdok, hogyha valaki látta a filmet. Ja. Viszont a tudatban, hogy hogyan gondolkodjunk úgy, hogy nem azonosulunk a gondolkodással. Hogyan érezzünk úgy, hogy nem azonosulunk az érzelmekkel. Hogy legyen úgy személyiségünk, hogy ne legyünk egoisták közben, hiszen a beállt, változásra képtelen személyiség az az ego. Az a magát abszolútnak gondoló létező, abból lesz a rusnya, nagy, narcisztikus egoitás. Ugye? Aki pedig változik, az pontosan tudja, hogy mikor ragadja meg a gondolkodását, és mikor engedje el. Na, ennek a kulcs pontja ez a nem tudom. Nem tudom, nem ragaszkodom, nem azonosulok, ez mindez. Tehát ha ez a kikapcsoló pont megvan, az ugyanaz, mint amikor én megtanulom elengedni a botot. És hogyha visszatérek a nem tudó tudathoz, ami ez a tiszta pillanat, tárgyatlan, tiszta, tükörszerű tudattal, akkor már nem ragaszkodtam, már nem azonosultam azzal a gondolkodással, ami addig bennem volt, vagy érzelmekkel, vagy szavakkal, vagy tettekkel. Ha nem, akkor a saját karmánk robotjává válunk. A saját ambíciónk vagy akaratunk automata pilótájává válunk. Tehát a meditációra azért van szükség, hogy az elme meg tudja csinálni belül azt, amit kívül a kéz nagyon könnyen, relatíve könnyen. Hogy most visszatérsz a mantrához, visszatérsz a kérdéshez, vagy már annyira rutinos vagy, hogy csak visszatérsz a lélegzethez, és már is illúzióvá vált az, ami addig ilyen elképesztő, változtathatatlan képzetnek tűnt. Na ezért kell a gyakorlat. Úgyhogy nagyon jó a kérdésed. Tehát Mégis akkor, hogyha bejön egy félelem, mondjuk egy ragaszkodás a, a félelemhez, uh -huh. mint mondjuk a halálfélelem, vagy egy igen? elvesztett személynek a, 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 az illúziója, mert ugyanahogy, hogyha már nincs köztünk, akkor az már csak egy illúzió. A sem. személy igen, de az emléke nem. Hmm. Emlékszel rá, hiszen hmm. van közös sorsotok. De a személy eltűnt. Igen, de mikor bejön egy ilyen ragaszkodás, és én már el szeretném engedni, mert. Euh, Hogyan jött be? Hát ezek a gondolatok jönnek-mennek. Na de mitől? Van jegyük, vagy kaptok -e egy kis kedvezményt, és fölültek a vonatra? Hát. Emlékek. Hogy jönnek azok az emlékek? Vágy hát. alapon jönnek az emlékek. Arra vágysz, hogy legyen, de már csak az emléke van meg. És akkor látod, hogy ez a vágy, ez hiába való. Tehát ahogy jött, úgy el is engeded. Mert hogyha erre a vágyra te rátenyerelsz, hogy ez valós legyen, ez olyan, mint a fekete lyuk, vagy a feneketlen kút, esel lefele benne, és soha, de soha nem valósul meg, mert ő meghalt. Tehát az erre való vágy, az természetes, hiszen a szeretetből néha ez következik. De ennek a lehetetlenségét belátja a tudat, és engedi ott elmenni, ahonnan jött. Teljesen természetes, hogy ezek megjelennek, de az is legyen természetes, hogy eltűnik. És ne ítél se magad, se más fölött, a múlt, a jelen és a jövő fölött sem, azért, mert ezek a gondolatok néha az elmét tartalmát képzik. Jó? Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Beszélnél a döntésről? Mit szeretnél eldönteni? Miről van szó? Az, hogy döntés nagy dével, semmit nem lehet vele kezdeni. Mi a, mi a tényleges kérdésed? Isten bizony nem jött kérdés. Ez a szó de hogy döntés. Tehát biztos van vele Jó, dolgom. Akkor három fogalmat javaslok. Motiváció, szándék, célképzet. Motiváció a múltból jön, a szándék az jelenben van, a célképzet a jövőben. Ha ezt a hármat egyenesbe rendezed, Valószínűleg helyesen döntesz. Mert a múltból tanulni illik, a jelenben azért jelen lenni illik, és a jövőt pedig helyesen, világosan meg kell határozni. Itt, ha az ember elég őszinte önmagához, nem hoz rossz döntést. Ha az ember az önmaga felé vezető úton eltéved, mindenkinek vannak ilyen nagyon sötét órái. van -e olyan mondat, vagy gondolat, vagy bármi, amivel az ember kihúzhatja önmagát. Hogyha nem tudja éppen megkülönböztetni az illúziót a valóságtól. Még akkor is, hogyha vannak tiszta pillanatai, hogyha tisztában vagyok a félelmeimmel, teszek ellene, öm, bátorságot gyűjtök hozzá, szembenézek vele, közben tisztítom magamat. De mindenkinek vannak olyan időszakai, amikor elborítja az elméjét a sötétség. Van-e olyan gondolat, vagy bármi, kihúzhatja önmagát? A gondolat ilyenkor azért nem működik, mert csak a sötétséget növelné. Ilyenkor azon nyomban vissza kell térni a lélegzethez. És konstatálni, tudomásul venni, hogy lélegzem. És utána ki kell jelölni egy irányt, hogy most kimegyek a konyhába ben vagyok a szobámban, a depresszió, a sötétség, a reménytelenség, kilátástalanság kellős közepén, de mivel lélegzem, tudom, hogy van testem. Ez a test képes a cselekvésre. Kimegyek a konyhába, körülnézek, és most főzök vagy készítek italt nem magamnak, hanem másnak. Tehát azon tudomásul veszem, hogy létezem, cselekvőképes vagyok, és nem magamért teszek valamit. Ez a három. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. És ebből következik minden más. Tessék ott. Hogy... Az egóról szeretnék kérdezni. Egóból kérdezel? Eg egóról szeretnék kérdezni. De egóból vagy? Valószínű, igen. Feltehetően, igen. Uha. Szóval, hogy hogyan legyen az embernek egészséges önképe, anélkül, hogy az ego elhatalmasodna, és átvenni az uralmat, és hogyan tudnánk ezt lebontani? Nézd, itt először el kell képzelni a helyes működést, meg a helytelent. Tehát, hogyha képed van arról, hogy mi a helyes működése, és a helytelen működése a léleknek, akkor tudsz egészséges személyiség lenni, anélkül, hogy rusnya nagy egoitással válnám. Hm. Tehát a léleknek így ebből a szempontból van jól elkülöníthetően kétféle üzemmódja. Az egyik olyan, mint a normális sejt. Van neki hártyája, kis belvilága, legtöbb sejtnek van magva is, sejtalkotók. Ezen a sejthártyán bizonyos körülmények között bizonyos anyagok átjutnak, uh -huh. mások nem, bizonyos anyagok bemaradnak, mások kiülülnek. Ez a normális személyiséghez hasonló működés. Itt a sejt kölcsönhatásban van más sejtekkel, látja önön függőségét, relativitását, múlandóságát, energiaigényét, és azt, hogy ezt másoknak ugyanúgy meg tudja adni, mint ahogy neki szüksége van rá. Minden, ami történik benne, az relatív. Relatív a többi sejthez képest, a környezethez képest, az energiaállapothoz képest, az információtartalomhoz képest. Belekérdeztél valaha a testedbe, hogy a kis hol tudta, hogy itt meg kell állni, a gyűrűs új idáig jött a középső, még főjebb, a mutató már lejjebb, és a hüvelyk pedig itt. Nézd meg, a, az egész test olyan intelligens, egy olyan design van benne, hogy az új pontosan tudja, hogy itt meg kell állni. Mert együtt működik a többi résszel. Nem lett kisebb, és nem lett nagyobb. Az önnő relativitását és függését Ebben az egészben, mint rész, realizálja és teszi a dolgát. Az ember, mint énség erre nem mindig képes. És amikor egy sejt elkezd túlszaporodni és lerombolja a gazdatestet, azt úgy hívjuk, hogy rák. Tehát a léleknek a helyes működése olyan, mint a sejt, amelyik tudja a dolgát, a rákos sejt pedig abszolútnak gondolja önmagát, hogy csak ő a fontos, csak neki van joga növekedni más sejtek kárára, és lerombolja a gazda Az egyiknek a működése relatív, világos, kölcsönható, harmonikus és együttműködő, a másik abszolút, egyoldalú, csak maga fontos és pusztító a leghatékonyabb rákellenes gyógyszerek, azok úgy működnek, hogy a rákos sejtekben felkeltik az apoptózist. Az apoptózis azt jelenti, hogy önmagát falja föl. És az az egoitás szintjén azt jelenti, hogy az egoitás megsemmisíti a saját nézeteit. És akkor elkezd normalizálódni. Köszönöm szépen. Szívesen. És a saját nézeteivel együtt a saját önképét. Az abszolút önkép, amikor darabokra hullik, azzal az egoitás is darabokra hullik. De erre nagyon kevesen vagyunk hajlandóak. A, a sejtburok, az egy természetes dolog a sejtnél, de az egónál ez valahogy. Nem is azt, nem, az önképnél ez valahogy nem ennyire természetes, és talán azt helyettesíti az ego, amikor az ember ezt a természetességet a nem, természetes nem tudja elérni. A természetes önkép az normálisan tud változni. Uh -huh. Az ego által akart önkép az részint sosincs, de részint mindig van. Illuzórikus voltában, mivel mindig az akarok lenni, akinek elgondolom magam, Narcissus néz a tükörbe, a víz víztükörbe, mindig ez van. Van egy elérhetetlen része, és van egy elért része, de nem változik egyik sem. És Narcissus ezért lesz öngyilkos. Nézd meg a mítoszt nem tudott, annyira akart azonosulni ezzel az önképpel, puszilgatta, ölelgette, de, de nem tudta megcsinálni. És utána a saját életének is véget vetett. Ezért van a narcizmus és a narkomán ugyanabból a szóból. A narkó, mint kábítószer, amikor az önképünkkel elkábítjuk magunkat, persze másokat is igyekszünk elkábítani ezekkel, és, illetve ezzel az önképpel. Nézzük, hogy miért közös gyökerű ez a szó. Úgyhogy az abszolút érvényel vagy igényel fellépő önkép az olyan, mint hogy a titánium falu sejt lenne. Teljesen zárt. És nem hajlandó változni, nem hajlandó ébredni, nem hajlandó fejlődni, nem hajlandó segíteni. Ezért az ébredés, fejlődés, segítség hármasát tanítottam az előbb. A lélegzettel, a cselekvéssel, és a más szemére való fókusszal. Aki ennek a teljes hatásmechanizmusát szeretné művészien elsajátítani, művészi szinten megélni, az olvassa el Oscar wilde a Dorian Gray arcképét. Abban ez tökéletesen benne van. Arról szól, hogy valami mágia nyomán Dorian Gray arca nem változik, és mindig gyönyörűen szép marad, ahogy ő látni akarja magát. De közben szörnyű cselekedeteket hajt végre, viszont az arcán lévő változás csak egy képen történik meg, amely el van dugva egy padlásra. És néha megnézi a képet, de nagyon ritkán, egyre ritkábban, és akkor látja, hogy tényleg milyen arca az gyorsan letakarja, és megy tovább. Úgyhogy tessék elolvasni ezt nem hosszú Emlékezetem szerint ilyen 140 szabvány oldal, és letehetetlen, tehát tessék bekészíteni mindenféle ételt és italt, ha kell. Nagyon tanulságos. Egyéb kérdés? Ezen a világon feltétlen szükségünk van arra, a gonoszságra, a gyilkosságra, hogy, hogy ilyen az arra nagyon rosszra, hogy ébredni tudjunk. Tehát a... Tehát a, tehát, a, tehát a embercsoport csak a szenvedésből tanul. Neked el kell döntened, hogy melyikhez tartozol. De csak magadon tudsz uralkodni, másokon nem. Hogy Te ne légy se elkövető, se áldozat. Azt hisszük, hogy az egyik jobb, mint a másik, de nem. Az elkövetőből áldozat lesz, a, a kulcsa híd itt a bűntudat, amikor kialakul. Az áldozatból pedig az önigazolás nyomán előbb-utóbb elkövető. Ez körben forog. Tehát se elkövető ne légy, se áldozat ne légy. És akkor ki tudsz jönni ebből a szenvedésteli körforgásból. De tudomásuk kell venned, hogy vannak, akik az elkövetői oldalon megragadtak, vannak, akik az áldozati oldalon megragadtak, és a kettő vonza egymást. Ne légy egyik sem. Csak azért jutott ez eszembe, mert most a világban ez a sok <laughs> rossz történik, itt a háború, meg a... Így van. Szemben és amíg ilyen, ilyen tudatosságunk van, és ilyen elmetartalmunk van, az egoitások ilyen szinten vannak, addig ez lesz. Tehát mindig, és főleg a mostani válságos időkben az a kérdés, hogy minőségi emelkedést szeretnénk-e, és meg is dolgozunk-e ezért, vagy pedig mennyiségi csökkenés lesz. Köszönöm. Szívesen. Következő kérdés. Még egy-kettőre van időnk, utána boldogan megyünk haza. Tessék! Én az arcüreg gyulladásról szeretnék kérdezni. Nekem, engem gyerekkorom óta kínoz, és hogy ez milyen elakadásra utalhat? Fogalmam sincs. Gőzőjél légy szíves, ilyen megfelelő olajokkal, ne hagyd felszúrni, mert Azt nagyon fájdalmas. Mondjam. Jó, tessék gőzölni, és így, így ki kioldani ezeket a nagyon csúnya ilyen kis dugulásokat, utána meg el kell menni orvoshoz, és a jó orvoshoz, amelyik megmondja. vannak ezek az álmos könyvek, amikor a pszichoszomatikus betegségnek a lelki meg a testi oldalát ottan egymás mellé teszik, és itt aztán nagyon sokféle állatfaj van ebben az állatkertben, mert van ilyen is, meg van olyan is. Van úgy, hogy a tíz könyvből írtak egy tizenegyediket, van úgy, hogy 30 év kutatási eredménye van benne egy könyvben. Tehát ezt valójában belül tudod megtalálni, néha egy kicsit külső segítséggel is, de hogyha már kigőzölted, és már nem fáj annyira, mert piszkosul tud fájni, hogy nyomja az üleges csontot, megkérdezed, hogy mi ez, honnan jön. És hogyha a tudat elég stabil, elég tiszta, eléggé tükörszerűen tud működni, akkor a jelenség mellé oda teszi az okát. Ezt általában ezt szoktuk felejteni, vagy ezt szoktuk rejteni. Tehát, hogy mi volt az, ami tényleg ezt kiváltotta, lelkileg, testileg, stb. stb. Mondok egy példát, és azért saját példát, mert abban hiszek, hogy ha ezt megemésztem, akkor ez hasznára válik másoknak is. 16-17 évvel ezelőtt én nagyon sok olyan fejléces levelet kaptam, ami hát nem volt kellemes tartalmú, és nagyon sok segítség kellett ahhoz, hogy a templom megmaradjon, és amikor ilyen irányú levelek jöttek, akkor én rendszerint stresszeltem, de ez éveken keresztül tartott. És a harmadik évben így reggel fölbontom, iszom a teámat, és hirtelen ilyen öklendezés, ilyen hány inger jön rám. Aztán másnap megint iszom a teát, bontom a levelet, olvasom a végzést, Nézem az ügyvédnek, meg az építésznek a telefonszámát, és ez a rendszeres hány És hát stressz, hát gondoltam, most stressz. Aztán elmúlik ez a két-három év, kezdenek kicsit rendbe jönni a dolgok, és még mindig tart. Reggelente. Iszom a teámat, már más leveleket bontok és megint mennem kell ki, mert ki akarom köhögni a pájslimat. És már nagyon elegán volt. És egyszer csak, mivel amit tanít az ember azáltal él és hal, éppen a legnagyobb hányinger közepett, egy megkérdeztem, be, hogy mi ez, honnan jön. Épp akkor, amikor egy és belül kirajzolódott a válasz. Szójapor. Tehát én nem tehéntejet tettem a fekete teába, jó erős volt, hanem éveken át fehér, finom szójaport. Lerakódott a nyelőcsövön, és amikor egy picit összehúzódott a stressztől, akkor olyan szűk keresztmetszet volt, ami verte az inger küszöböt, és mentem hányni. Ennyire egyszerű kérem. Tehát belejátszott a stressz. De itt mindig tessék az egyszerű és világos okot megtalálni. Ez nem bonyolult, az elme bonyolítja meg. És ehhez a fő góchoz jönnek aztán járulékos tünetek vagy okok, amelyek súlyosbíthatják. De amikor az elment, és már szép leveleket bontottam, akkor még mindig ott volt a probléma, mindaddig, amíg rá nem kérdeztem. Például, hogyha valaki, és itt az intelligenciáról is beszélünk, meg az audiovizuális tartalmakról, hogyha valaki nagyon ragaszkodik bizonyos képernyő tartalmakhoz, meg kéne kérdeznie magát, ezt mi helyet nézem? Mi helyet csinálom ezt? És akkor bejön az a tevékenység, amit rég megtagadott magától. Az az életforma, amit rég nem él, pedig élhetne, ahol eredeti lehetne, természetes lehetne, önmaga lehetne, és nem egy virtuális világba kényszeríteni magát. Úgyhogy engedjük az elme tükrében, a tiszta tudat tükrében kirajzolódni az ok és okozat tényleges működését. Ekkor meglátod. Köszönöm. Nagyon szívesen. Utolsó kérdés. Hogyan ne legyek elkövető és áldozat, tehát egyik se, hiszen egyfolytában hatunk egymásra nap mint nap. Miért élsz? Nem tudom. Akkor nagyon könnyen lehetsz áldozat. De követő is. Ugyanis ha nem tudod, valaki más majd megmondja neked. Ezzel te rögtön más gondolatának a birtokává, vagy áldozatává váltál. Tehát tudnod kell a célt, és az irányba menni úgy, hogy önállóan, de kölcsönhatva más emberekkel. És itt azért nagyon-nagyon fontos mutató az, hogy szenvedek, vagy szenvedtetek, vagy egyik sem. Ha szenvedek, áldozattá váltam, ha szenvedtetek, elkövetővé váltam. Egyik sem. Tehát hogyan tudok csak úgy tenni, csak úgy beszélni, csak úgy gondolkodni, érezni, hogy nem szenvedek és nem szenvedtetek ezáltal. És ehhez a zennek egy kulcsfogalmát szeretném megemlíteni, ezt úgy jel, hogy ilyenség. Tehát az ég az nem jó és nem rossz, nem szenved és nem szenvedtet, hanem kék. Ha felhős, előbb-utóbb eső lesz. Ha párás, akkor kicsit melegebb van a földön. Ha derült, akkor kipárolgás van, hűvösebb van. Ezzel látod az ég tényleges működését, a természetét, és ugyanezt meg tudjuk tenni a saját elménkkel, a saját lelkünkkel is. Tehát hogyan teszünk helyesen? Úgy, hogy nem szenvedünk és szenvedtetünk. És aztán tessék a nemes nyolcétű ösvény összes tagját mellé tenni a helyes cselekvés mellé, hogy helyes nézet, helyes beszéd, helyes életvitel, helyes erőkifejtés, helyes gyakorlás, helyes felébredés. Mitől helyes ez? Hogy ezt az ilyenséget, ezt veszi alapul, és nem a saját jó vagy rossz, elkövető vagy áldozat, szenvedő vagy szenvedtető gondolkodását. Jó? Én kívánom azt, hogy mindannyian érjük el a tathatá, vagy a búta tathatá az ilyenség tiszta állapotát. Ne legyünk se elkövetők, se áldozatok. Valósítsuk meg úgy életcélunkat, hogy közben az ébredés útján haladunk, és hogyha ébredünk és segítünk, akkor fejlődünk is. Ezt kívánom mindannyiunknak. Köszönöm a figyelmet.